Sziasztok, kedves lélekpiszkálók! Szeretettel köszöntök mindenkit, és immáron 20. alkalommal, hogy itt vagyok ebben a gyógynövényes előadás sorozatban, és hát lassan a végéhez érünk, de ma még utolsó előtti alkalommal, és holnap is utoljára még egyszer jelentkezem, és egy-egy gyógynövényt még hallhattuk tőlem. Ezt az előadás sorozatot ugye azért hoztam létre, hogy egy pár percben igyekezzek hozzátok közelebb hozni egy-egy gyógynövényt, így mindennapos szinten, és hogy lehetővé váljon számotokra az, hogy egy ilyen természetközeli, egy természetes megoldásokkal teli házi patikát alakítsatok ki magatoknak. A mai gyógynövény is egy olyan gyógynövény, mint ahogy volt itt már több is a sorban, amely többféle felhasználási lehetőséget kínál számunkra. Ez a gyógynövény pedig az édeskömény. Ugye magát az édesköményt, mint növényt fel is szoktuk használni főzéshez, már aki, de hát hogyha beírjátok a Google-ba, hogy édeskömény, akkor egészen biztosan sok receptet ki fog adni, mert hogy azért egy elég kellemes aromájú növényről van szó, de alapvetően itt, ami számunkra most a gyógyhatás szempontjából fontos, az, hogy teaként és illóolajként is fel tudjuk használni, tehát tea is és illóolaj is van belőle. Elsősorban ugye ami miatt az édeskömény felszokott merülni, az az, hogy a szélgörcsöket enyhíti, és jó puffadásra, kiváltképpen hasvályos gyerekeknél, tehát akik gyerekesek, azok elképzelhető, hogy találkoztak már az édeskömény-jel, hiszen szokták ajánlani gyerekek részére is, tehát ugye itt a használata az gyerekeknél is megengedett. Viszont ugye jelenti azt is, hogy egyébként nagyon jó étvágyjavító, vértisztító hatása is van, és egyébként a beleket is fertőtleníti, és kifejezetten féregűző, bélféregűző hatásokat is tulajdonítanak neki. Ugye még az elején, a legelső alkalommal a borsmentánál említettem, hogy ezért vannak, akik nem tudják használni, vagy nem ajánlott számukra a használata, és vannak, akik pedig nem szeretik, vagy túl erős az aromájuk a számukra, vagy akár bőrtüneteket okoz, hogyha illóolajként használják a borsmentát. És például az édes kömény az egy nagyon jó alternatívája a borsmentának, tehát aki ezt valamilyen oknál fogva nem tudja fogyasztani, az esetleg megpróbálkozhat az édes köménnyel. És hát ugye mi az, ami még egy fontos szempont az édesköménynél? Az az, hogy szoptatós anyáknál segíti a tejjelválasztást, és hát ugye, hogyha belegondolunk, hogy az anyatejbe kerülve esetleg még a kisbabának az emésztését is segíti, és nem lesz hasvályos, akkor meg pláne egy nagyon értékes gyógynövényt kapunk. Mint ahogyan említettem, lehet teaként fogyasztani, de ugye vannak, akiknek mondjuk alapvetően az életritmusa, vagy a habitusa nem annyira teapárti, vagy nem szeretnek annyira teázni, és ez esetben ott van nekünk ugye illóolaj formában is az édeskömény. Nagyon kellemes aromája van egyébként neki, tehát nem olyan, mint amit a fűszerköménynél tapasztalunk, hanem inkább az ánizsra emlékeztető, egy ilyen kellemes, frissítő aromája van, és ezt is ugyanúgy lehet használni, hogyha valaki fel van puffadva, vagy szélgörcsei vannak, csak akkor nyilván egy kis vívőolajjal elkeverve külsődlegesen az alhas területét be tudja masszírozni ezzel az illóolajjal. Mint ahogyan említettem, hogy ugye a görcsöket oldja, itt esetlegesen egy menstruációs görcsnél is jó lehet ez a bemasszírozós megoldás, tehát akinél például
ilyen tünetek lépnek fel, ő is meg tudja oldani ezzel a kis bemasszírozós, illóolajos módszerrel az, hogy ezektől a görcsöktől megszabaduljon. És hát vannak olyan írások is, amik arról számolnak be, hogy egyébként jó hatással van a vércukorszintre is, úgyhogy ezzel kapcsolatosan még számomra izgalmas, hogy mit fog kihozni belőle a tudomány, hogy esetlegesen még így a vércukorszint stabilizálására is lehet majd használni az édeskömény. Ennyi lett volna mára a gyógynövényes percek, és holnap még egyszer utoljára találkozni fogunk, úgyhogy remélem, hogy velem tartotok majd. További kellemes napot kívánok nektek, sziasztok!